Kedves nézőink, rendezvényt tartott tegnap az Ajkai Diabetes Klub a Diabetes világnapja alkalmából. Kérem, tekintsék meg erről készült összeállításunkat. A Diabetes Klub szervezésében ma a Diabetes világnapját ünnepeljük itt a kaszinóban. Milyen programokkal készültetek? Természetes, hogy lesz egy megnyitó, amit Utasi István fog majd megnyitani. Majd lesz egy rövid kis köszöntő, amit az egyik klubtársunk fog elmondani. 4-5 mondatban az egész, de úgy Suzanne az összes vendéget fogja ezzel köszönteni. Majd egy perces néma felállással emlékezzünk az elhunytakra egy szál mécses meggyújtása mellett. A továbbiakban elkezdődik aztán a műsorunk egy memóriazavarral, amit a Jámbor doktor fog előadni, aztán majd Tóró doktornő a diabétesz szövődményeiről. Majd lesz egy diétás előadás, azt viszont Sósné Gödöny Terézia fogja eladni. Készültünk egy kis kulturális műsorral is, aminek a lényege az, hogy egy verset fog elmondani Kanalas Mártonné, majd a diabéteszes lányok készültek egy kis 3-4 perces kis táncos bemutatóval, majd végül a Borostyán kórus fogja zárni programunkat. Mit foglal magában a szellemi hanyatlás, milyen tünetekkel jár, illetve melyek azok a módszerek, amelyekkel esetleg ezeket a tüneteket meg lehet előzni, vagy lehet rajtuk javítani? Hát ugye a szellemi hanyatlás az igazából egy veszély, egy fenyegetés, de azt akarom kiemelni az előadásomban, hogy nem egy elháríthatatlan végzet, hanem hogyha odafigyelünk részben saját magunkra, részben a környezetünkre, családtagjainkra, és időbe igénybe vesszük a szűrővizsgálatot, meg a szaksegítséget, akkor nagyon jó eredményeket lehet elérni ennek a karbantartásában, megelőzésében, és hát ha szükséges, akkor a kezelésében is. Mik lehetnek az első tünetek, amiket mindenképpen észre kell vennünk és tennünk kell ezek ellen? Hát amikor mi magunk észrevesszük, hogy mondjuk az emlékezetünk már nem a régi, és hogy különböző problémáink vannak, elfelejtjük szemüvegünket, kulcsunkat, esetleg nem jutnak eszünkbe nevek, vagy nem ismerünk fel arcokat, akkor még nincs baj. Mert amit csak bennünket zavar, a zavar, tehát akkor tulajdonképpen még egy enyhe, nem is biztos, hogy ez romlani fog, hanem csak bizonyos módszerekkel ez egy karbantartható, életkorral is egy kicsit összefüggő probléma, de amikor már a környezetet is észrevesz, és a mindennapi életműködésünket zavarja, akkor már bizony érdemes segítségért folyamodni. De a legrosszabb eset az, mikor már csak a környezetünket zavar, és minket már egyáltalán nem zavar, tehát egyfajta közömbösség alakul ki a tünetek iránt, akkor már bizony hát a helyzet, akkor már a betegség színvonalát éri el. Biztos vagyok benne, hogy nem azt fogja tanácsolni, hogy forduljanak a gyógyszerekhez, hanem egyéb alternatív módszerek is léteznek. Melyek ezek? Hát én elsősorban nem a gyógyításra helyezem ki a hangsúlyt, bár megemlítek nyilván, hogy nem gyógyszernévvel, de hatóanyag csoport szerint néhány gyógyszert is, hanem inkább olyan módszereket, például ilyen memnotechnikai módszereket ajánlok, amikor még viszonylag kezdeti enyhe formát találunk, amivel az életünket elviselhetőbbé tudjuk tenni, és meg tudjuk előzni, hogy ebből problémák legyenek. Mindenképpen az lenne szerintem a járható út, hogy már mielőtt az időskor bekövetkezne, akkor a prevencióra helyezzük a hangsúlyt. Mit tudna tanácsolni azoknak, akik most ezt nézik, és azokat a módszereket szeretnék alkalmazni, amikkel ez elkerülhető hosszú távon? Hát mindenképpen úgy fel kell készülni, tehát az ember ne érje semmi se váratlanul. 40 év fölött már elkezdődik, hát ha nem is a szellemi hanyatlás, de az idegsejteknek a lassú, de fokozatos leépülés, ami ugyan még nem jár tünetekkel, de hogyha az ember gondol rá, hogy ez azért majd hát lesz rosszabb is, akkor nagyon sok mindent lehet ellene tenni is. Hát hogy ezt az előadásomban ezekre ki is fogok térni, hogy mik azok, amit. De a legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra a családban, és nagyon fontos, két fontos tényező van a megelőzésben, a család és a családorvos. Tehát a családorvosoknak is nagyon nagy szerepük van, hogy kellő időt szálljanak azokra a pácienseikre, akiknál a zavarnak a tüneteit észlelni lehet.